Az Aquitál FC Csákvár vezetőedzője Tóth Balázs tartotta magát a győztes csapaton ne változtass elfhez, ugyanazt a kezdő 11-et küldte pályára, mint egy héttel korábban a Moson-Magyaróvár legyőzésekor. A másik oldalon az eltiltott vezetőedzőt Mátyus Jánost helyettesítő Cinkon Szabolcs nem számíthatott a sérült Helesfai, valamint a két eltiltott Krausz és Szekszárdi játékára. Az első lövés a vendégeké volt, a 11. percben Szabó Máté baloldali próbálkozása ment el keresztbe a csákvári kapu előtt. A 15. percben jött a válasz, Ominger Gergő a jobb oldalról vette célba a pécsi kaput, sikertelenül. A félidő közepén 2 perc alatt 2 helyzete volt a hazai csapatnak, a 27. percben Gazdag White tett egy remek labdát a jobb oldalon beinduló Szakály elé, aki egyből centerezett is, a középen berobbanó Nagy Zoárd azonban fölélőtte a labdát. 2 perccel később Karacs remek passzal találta meg Omingert, akinek élesen középelőtt labdájába beleütött Varasdi kapus, a hosszún érkező Tamás Nándor így belsővel már nem tudta a kapuba terelni a játékszert. A félidő vége újabb hazai zicsereket hozott, a 42. percben Mészáros szerzett labdát, majd kiválóan tálalt Nagy elé, a hazaiak centere 15 méterről lőtt is, Varasdi azonban bravúrral védett. Kettejük külön csatáját a 45. percben is a pécsi kapus nyerte, Szakály szöglete után gyönyörű mozdulattal tolta Léc fölé Nagy életerős fejesét. A második félidő első 6 perce hozta meg a legveszélyesebb pécsi időszakot, a 46. majd az 50. minutumban is Szabó Máté tesztelte távoli lövéssel Zelizit, a csákvári hálóőr azonban mindkétszer védeni tudott. A második hárítást követő szöglet veszélyesen csapódott a hazai kapu előtt, a nagy tumultusban valakiről a háló felé is pattant, Zelizi azonban kiütötte a labdát. A vendégek gólt reklamáltak, de a játékvezető határozottan továbbot intett. A 60. percben egy szabadrúgás után Hudák ballábas kapás lövése még újabb pécsi lehetőséget hozott, ezt követően azonban szinte kizárólag csákvári lehetőségek jöttek. A 78. percben Dusinski lövését védte Varasdi, majd a 81. percben Szakály szabadrúgása után a rossz lesreállításból kilépő Babus belsőzött zicserben fölé. A 87. percben Ominger próbálkozását fogta másodjára Varasdi, a 89. percben azonban már ő is tehetetlen volt. A születésnapját egy nappal korábban ünneplő Szakály Dénes jobboldali szöglete középen Simon András találta meg, a csereként pályára lépő támadó pedig szép mozdulattal a hosszú sarokba fejelte a meccset eldöntő találatot. A PMFC nem tudott felelni a késői gólra, a Aquitál FC Csákvári 1-0-ra nyert a 25. forduló csákvári bajnokiját.